Amit láthatták, megérkeztünk szerintem Magyarország legizgalmasabb vízterületére, a Tiszatóra, ahol turisták már nincsenek, viszont a szokásos őszi vízeresztés előtt egyre több horgász indul a ragadozó halak nyomába. Tiszatavi kalandozásunkra ezúttal ismét Mérten András fog elkísérni bennünket, hiszen ő úgy ismeri a Tiszatavat, mint a tenyerét. Andi, újra itt vagyunk a Tiszatavon, köszönjük szépen a meghívást. Mi az oka annak, hogy eljöttünk megint? Mesélj egy picit erről a csodás vízről. Nyilván ez a mostani vízállás, ez teljesen más, mint amit eddig láttatok. Még nyári vízszint van, 1,20 m magasabb a víz, mint télen, mint amikor legutóbb itt voltatok. Sokkal nehezebb dolgunk van. Sokkal nagyobb területen van szétoszolva a hal, benne a nádasba, a növényre, mindenhol, ahonnan vagy ki tudjuk piszkálni, vagy nem. Fogunk próbálkozni nyílt vízen. Nyílt vízi gödröket fogunk keresni, ahová ilyenkor esetleg behúzódhat a hal, illetve meg fogjuk próbálni teljesen a növény nád szélén, sás szélén, hát hogyha csukát esetleg találnánk a sugeret. Tavaly már tanítottál nekünk nagyon sok mindent, persze alap dolgokat, minden esetre a kezembe is adtál egy ultralight felszerelést, ezt most szeretném kipróbálni. Mit kell erről tudni? Erről a felszerelést azt kell tudni, hogy ez egy alsó-közép kategória, ami szerintem egy nagyon-nagyon eltalált, nagyon jó kis bot, az árérték arányban egy nagyon jó. Szerintem ezzel az egészen kicsi haltól szerintem 2-3 kilósig mindent megfogsz. Ez a bot, ez 1,9 g dobósúlyú, de szerintem 1-3 g között dolgozik a legszebben. Meg fogod látni, szerintem lesz benne örömöd. A te kezedben is van azért egy nagyszerű bot. Hát ez a bot a másik véglet. Tehát ez egy csúcsbot, ez igazából nem is UL, ez inkább egy light bot, ez 2,5-7 g dobósúlyú. Nagyon jó, de mondjuk ennek az ára is olyan, hogy annak legalább a 6-szorosa. Értem, úgyhogy akkor az a 6-szor nagyobb alakat lehet. Igen, lehet. Viccet félretéve, szerintem induljunk neki, nézzük meg, hogy milyen alakat tudunk kiparancsolni ebből a csodástóból. Menjünk, próbáljuk. Banditól tavaly már tanultam egy kötést, amit most megmutatok önöknek. Kezemben egy Notak Not nevű kis kapocs, ami azért jó, mert fonodzsinótok esetében nagyon egyszerűen tudjuk cserélni a végszerelékünket. Fogom a főzsinóromat, visszahajtom a végét, és ezt a pici kis fület beakasztom ebbe a kis kiálló részbe, majd megtekerem egy párszor, amennyiszer engedi, és befűzöm ide az utolsó fül alá, és ezzel készen is van a nagyszerű erős trapabíró kötésünk, mivel nincs rajta csomó, ezért nem gyengíti a kötést. Bandi, megpróbálunk sügerezni ilyenkor, mi a feladat? Hát ebben a viharos szélben nem könnyű a dolgunk. Ezeket a nagyon pici fejeket, pici csalikat nem nagyon érezzük. Pláne, hogyha nem eszik a sügér rendesen. Feneket kellene tapogatni. Eddig még nagyon nem volt érdeklődés.
Ugye a kezünkben ultralight felszerelés van. Mi is pontosan az ultralight pergetés? Ez egy nagyon finom, nagyon vékony zsinóra, finom botta, pici csalikkal történő horgászat. Ez hány grammos csalit jelent? Hát ez ilyen fél grammtól ilyen 3-4 gram terjedő súly az az ultralight. Ami a fölött van, az már light. Itt volt az első. Hopp, nekem is. Na, megütött? Na, megvan az első halunk. Süllő. Isten. Egy szép kis süllő. Hiszem el. Megpróbálom víz közt vontatva a kis gumihalat. Meg is van. Igen, meg is fogtam a balint. Az első ultralight fogásom életemben. Egy gyönyörű szép kis balin. Újabb kapás az ultralight felszerelésre, ezúttal a fenékről. Kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült fognom. Egy gyönyörű szép kis sügér. Na gyere szépen! Sárga csak. Egy nagyon szép kis sügér. Ha valaki szeretne eljönni a Tiszatóra pergetni, de nem tudja merre induljon, akkor megkereshet benneteket? Természetesen. Ha az időnkből telik, akkor akár ki is jövünk vele. Meg tudjuk mondani, hogy ez a rész, az a rész, itt inkább süllő, ott inkább csuka, itt balin, hova érdemes menni süllőzni, persze, segítünk mindenkinek. Újabb kapás, egyelőre Bandi azt mondta, hogy leiskolázom. Ajaj! Ez lehet, hogy már az ultralight peca határait súrolja. Nem kell erőltetni, ne erőltesd. Amikor a fék dolgozik, akkor te nem tekersz, mert akkor dolgozik a fék meg a bot. Csak akkor tekersz, amikor így van, a bottal fárasztunk. Így van. Gyönyörű. Egy szép csukát sikerült fognom, úgy tűnik. Jövök, segítek, ha gondolod. Ugye az ultralight peca esetén nagyon-nagyon kellemes a fárasztás, hiszen dolgozik a bot, gyönyörűen látszik, hogy milyen szépen karikába hajlik. Egy szép forma csukát sikerült megakasztanom a szája szélében. Azt a mindenit, le fog ugrani. Segíthetek? Hát hogyne, Bandi. Még egy picikét úgy látszik, hogy körözni fog. Nagyon nagy szerencséd van, hogy száj szélben van. Mondjuk, hogyha most kitáltanál a szélet és... Hopp! És elment. De azért remélem látszott valamennyire. Csak azért, mert nagyon elhúztál volna a védett helyre érkeztünk, le fogom állítani a motort, hogy a helyet minél csendesebben közelítsük meg. Sokszor nagyon számít az is, hogy állunk be, mennyire kopogunk. Nagyon érzékenyek, pláne amikor nem hullázik a víz, hullázó vízbe, sokkal bátrabbak a halak. Itt azért oda kell figyelni nagyon minden koppanásra, úgyhogy majd te is próbálj meg úgy mozogni, okay, hogy minél kisebb zajjal. Ilyen gyönyörűek ilyenkor már az őszi színek, kezdenek őszülni a fák. Mi a feladat? A feladat az lenne, hogy minél közelebb próbáld meg dobni a náv széléhez,
hagyott esőjelű fenékre, az többnyire arról fogod látni, hogy meglazul a zsinórod. Fölveszed a kontaktot, egy emelésre, egy rövid emelésre fölveszed a fenékről, és ilyen pici belehúzásokkal lassú, tekersz rajta ötöt mondjuk, addig jön, dolgozik a villantó. Elengeded, mint hogyha elfáradna visszaüt. Uh-huh. Megint belehúzol, megint egy picit, megint tekersz rajta egy-két métert, megint medálsz, megint elkezd visszahúlni, mintha beteges lenne, ahol azt kellene eljátszani. Hát akkor nézzük. Hajrá! Mandi, egy kicsit mesélj nekem arról, hogy a nyári meg az őszi pergetés között mi a különbség? Egyáltalán van-e? Nyáron a csukát nagyon nehéz megtalálni. Mondjuk most ezzel lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, de én itt legalábbis az Abátszalóki medencében nyáron elvétve egyet-egyet fogunk. Ennek az az oka, hogy több hektárnyi növényel borított terület van, amiben úgy el tud bújni a csuka, hogy abból nem tudod kipiszkálni. Ezért nem marad más, mint a sügerezés, a balinozás, a süllőzés, meg a harcsázás. Most én ami azért úgy nem tűnik kevésnek. Nem kevés, nem kevés. Bandi, a te kezedben meg most egy egészen más bot és orsó van, úgy látom. Igen. Kicsit az amerikaiakat majmolva, mivel ők többnyire ilyennel horgásznak, ez egy multis összeállítás. Idén nyáron kezdtem el vele horgászgatni. Igazából a nagy csaliknál veszi észre az ember az előnyét ennek az orsónak. Ugye a multiplikátoros orsókat például a tengeri horgászatnál, ezeket a nagy, hatalmas orsókat ez ott használják. Ez egy multi, ez egy egész kicsi kis, könnyű kis multi orsó. Annyiból jobbak ezek, mint a peremfutó orsók, hogy sokkal nagyobb terhelést képesek elviselni, mivel hogy egy vízszintes tenger két oldalon megcsapágyazva, nem egy függőleges egy-két helyen, sokkal többet bírnak, sokkal időtállóbbak tudnak lenni. Mondjuk a hátránya ugyanígy, hogy viszonylag nagy csalikat tud vele az ember csak dobálni. Mondjuk vannak ilyen nagyon magas kategóriák, amikkel már el tudsz ilyen 5-6 grammot is, de ez igazából a multinál ilyen 10 grammtól kezdődik az élet, és az a fölötti csalikat lehet gyönyörűen szépen dobni. Figyelj, Robi, láttam több balinhajtást, balinrablást is. Szerintem próbáljuk meg azt is a csukák után. Adok pár pici villantót, próbáld meg azzal inkább, mert a csuka nem nagyon akarja most adni, amelyik szimpatikus. Rendben. Állom. Akkor én ezt a szép kis fényeset, úgy látom, hogy ezek jó vastag, súlyos villantok. Igen, messzire tudod dobni, de a felülete kicsi. Annyival másabb lesz a technika, hogy itt nem engedett fenékre, mivel a bajnok a felszínen rabolnak, hanem eldobod, szinte már azonnal is váltod a kart, és szépen a felszín közelébe kell tekerni, mert ott rabolnak az apró harrabalinak. Ezt fogom szeretni, ez szerintem menni fog. Ez sokkal egyszerűbb, mint a csukázás. Balinok nagyon szokták szeretni ilyenkor, jobban eszi a támolygót nálunk, mint bármi mást. Hát, ha sikerül elcsipni belőlük egyet-kettőt. Rendben, nézzük meg. Hajrá. Andi, nagyjából meddig érdemes egy helyen maradni pergetés közben? Én többnyire úgy szoktam csinálni, hogy legyezőszerűen körbe horgászom az adott területet. Több műcsalival, amit úgy gondolok, hogy eredményes lehet. Szerintem egy fél óra, max. Egy óra alatt egy ilyen területet körbe lehet elég alaposan dobálni. Az megmutatja, hogy érdemes még maradni, vagy újabb hely után kell nézni. Ugye, azt gondolná az ember, hogy a pergetés, mivel egy elég mozgalmas módszer, ezért kevesebb türelmet igényel, de én vagyok a megmondhatója, hogy amikor nem jönnek a halak, nem jön a kapás, akkor bizony nagy türelem kell ahhoz is, hogy az ember folytassa a dobálást. Sorban látjuk mindenhol a balinrablásokat, de egyszerűen nem tudjuk őket megfogni. Körforgó, támolygó, mindent próbáltuk már, és nem igazán. Valószínű az az oka, hogy rengeteg a kis hal a felszínen. Szerintem és jól laknak velük. Szerintem érzik még ezt utolsó jó időt, ezt a meleges, meleg napot. No hát akkor én ki is tekertem most a balinos körforgómat. Szerintem álljunk odébb egy próbáljuk picit. Próbáljuk meg máshol, én is ezt mondom.
Bandi, átcsorogtunk egy újabb öbölbe, mit várunk ettől a helytől? Hát más helyszín, más halak, hát ha jobban étvágyuknál vannak, megpróbáljuk itt is ugyanúgy, ugyanazt kell csinálni, mint a másik helyen, a növény szélét próbáljuk. Néhány héttel ezelőtt voltunk itt horgászni, mindent a nád mellől fogtunk a csukát. Ugyanazt kellene játszolni, mint eddig, pontosan a nádtövére, leengedni. Itt egy kicsit csekélyebb a víz, mint amoda. Itt körülbelül olyan másfél-két méteres, de majd fogod látni, picit akadósabb. Tehát, hogyha nem egyértelmű a koppanás, tehát nem, akkor ne vedd bele, mert valószínűleg tuskó lesz, és akkor be fogjuk szakítani a csejt. Tehát, hogy csak az egyértelmű vág be, menni fog. Rendben, lássuk. Azt hiszem, hogy a pergetésnek például a wobbleres technikájától sokakat a pénz riaszt el, hiszen több ezer forint egy wobbler, és hát amikor az úgy beakad valahol a két méteres mélységben, akkor a szíve szakad meg a horgásznak. Szó szerint. Én nagyon sokat wobblereztem, főleg folyóvízen. Szerintem a wobblerezés főleg a folyóvíznek a csalia. Folyóvízi süllőzésről, harcsározásról beszél. Hopp, van egy kapásom. És ott egy balin. Ott a balin. Megpróbálom ezt is leverni a horogról, jó? És elment. Végre egy szép kis balin. Megmenti a becsületünket. Igen. 4-1, azt hiszem. Ne számoljuk. Miért kell ezt számolni? Nem foci ez. Csúnyán el vagyok kalapálva, de nem baj. Jó horgászvezető szerintem nem ő fogja a halat. Így van, tehát Bandi elhozott Bandi horgászni. Én idáig nem tettem fel horgászni. Így van. Bandi, annyit beszélgettünk már a különféle csalikról, mutassunk meg néhányat, hogy mivel is érdemes itt a Tiszatavon horgászni. Hogyha csukázásról beszélünk, akkor szerintem a legkézenfekvőbb általában a támolygó villantók. Vannak ilyen széles lemezőek, vannak keskenyebb lemezőek, a keskenyebbek azok gyorsabban hullanak alá, mivel kisebb vizet fognak, a szélesek azok lassabban hullanak alá. Méretben az, hogy 8-15 gram között itt bőven elég nálunk, mert nem túl mély a vízünk. Szerintem csukára ezeknél nem kell jobb ide hozzánk. Látom, hogy egy kis piros festékkel szinte nekem mindet megjelöltek. Nekem ez mániám, ez nem tudom, én hiszek benne. Nyilván nem beszéltük már az előző részben is, hogy hinni kell egy csalival. Én hiszek abban, hogy a piros, a vér, az nekem működik. A következő alapcsoport, a körforgó villantók, ennek két típusa létezik. Az egyik az, amikor egy kengyelen forog a kanál, illetve van egy másik, amikor maga a levél van átfúrva, és a levél forog, tehát nincs egy plusz alkatrész beépítve. Használ tekintetében ugyanúgy mozognak. Amikor húzzuk őket, akkor ugye forog a kanál, és ez kelt egy olyan vibrációt. Ez egy olyan komoly vibrációt, meg fényhatást, ahogy villog kelt, hogy az ingerli kapásra a csukákat átlába. Azt még megmutattam, hogy a végleteket, tehát ez egy ötös számú körforgó villantó, odaadom. Ez pedig egy dupla nullás, ott itt igazából akkora maga a villantó, mint annak a horga, vagy még akkora se. Ezek nagyon beválnak, főleg versenyhorgászat közben, ha kisbalint kell fogni, sügeret kell fogni, nagyon sokat használjuk őket. Ami neked már nagyon bevált a balinólom, ez egy speciális, ez egy körforgó levéllel ellátott balinólom, nagyon sokan használják, mert nagyon jó, nagyon sok halat fog. A balin ugye huncut hal nagyon, ahogy te közeledsz, úgy távolodik, ezzel nagyon nagyokat lehet dobni, és utol tudod érni. Következő csoport az a wobblerek lennének, ezek például, ezeket én kifejezetten csukára használom, a terelőnyelv megütközik a vízben, és ettől egy rezonanciát fog adni, nagyon-nagyon jó csukára ezek a típusok. Ezek ugye általában balzafából készülnek. Ez egy vűanyag.
Bandi, szerintem nézzünk egy újabb helyet. Nézzünk, van még ötletem esetleg, hogy hol tudnánk próbálkozni. Nyilván a szél az nagyon befolyásol bennünket, hogy hová tudunk menni, de van még ötlet, az a lényeg. Az IHR kalandokban továbbra is a Tiszatavon abátszalók közelében horgászunk. Bandival úgy döntöttünk, hogy most megnézzük az öblítő csatornákat, ugyanis még az is elképzelhető, hogy itt balinokra fogunk találni, és úgy tűnik, hogy egy pár koppintásunk már volt is, megpróbálunk tehát balinokra horgászni. Itt a hal a Robinak, egy egészen hatalmas példány. Hoppá. Kettő. Kettő? Hoppá. Nekem is volt egy jobb. Egy kicsit szebb példány. Mint a tiéd. Aha. Megvan. Úgy tűnik, hogy úgy döntöttem, hogy most fölteszek egy nagy balinómot. Nem mondom, hogy nagy a példány, de szépen oda koppintott neki. Mindenesetre nagyobb, mint az eddigiek. És közben Bandi is fogott egyet, úgy látom. Mérten András éppen egy szebb balint próbál kifárasztani, mi pedig lassan búcsúzunk Önöktől. Az IHR kalandokban ezúttal ismét a Tiszatóra látogattunk el, amely az egyik kedvenc vízünk. Abátszalókról indultunk ki, megpróbáltunk ragadozó halakra horgászni, és hát látják, éppen most balint fogunk, de azért fogtunk csukát is, sügeret is, süllőt is. Tartsanak velünk legközelebb is, és hogyha kedvük támadt, akkor pergessenek Önök is egy jót! Ba-da-b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 a-